Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatos szeptember 1-ét, szia Szofi, Rostos Kolbászlé, Kálmer, Cool, Röni, Raiji Serpent, szevasz, Dani, Hungeri, Tomo, Kucsita, Kacsi, Mecsi, Tucsi, szevasztok, srácok, folytatjuk tovább a mi kis kalandjainkat a The Forestben, amit nem tudom mi alapján fogok kis kalandnak hívni, mert attól tartok, hogy nem fogjuk ma már megúszni békés építkezéssel, és kénytelnek leszünk itt a helyi erőkkel közös nyelvet találni. Bár hozzáteszem, hogy agresszív véleménycserére még nem igazán került sor, tehát eddig tök jó pacifista túlélő Bear Grylls-ek vagyunk. Lehet, hogy végül diplomáciai úton meg fogunk tudni egyezni itt az őslakosokkal. Mondjuk az, hogy a Molotov koktélos próbálkozásaim a barlangban a mutánssal hogyan sikerültek, azt inkább felejtsük is el gyorsan, viszont szeretném azt mindenféleképpen megköszönni nektek, hogy a VOD csatornán YouTube-on is rengetegen megnéztétek a Forestet, és tök jó, hogy egy ilyen régebbi játékot ilyen nagy becsben tartanak a gamerek, meg a kevésbé gamerek is, úgyhogy remélem a mai adás is tetszeni fog, srácok. Senki ne várjon most sem kapkodós, vonyítozós, rohanós tempót. Valószínűleg szépen építkezünk, átgondoljuk, hogy merre menjünk, mit csináljunk, és hát megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a helyiekkel, de ma már nem fogunk annyit elvileg farmolgatni. Majd kiderül. Köszönöm szépen Toa ezúttal is az 5-ös subgift bombát. Nagyon-nagyon szépen köszi neked, hogy Veldurf, neked is a csírt. Isten éltesse a lányodat, Isten éltesse. Nem tudom, ezért miért én kapok csír, de boldog születésnapot. Anett, Marley, Simon, Kritk, Chris, Just Grizzly, köszönöm szépen nektek is. A Grizzly-é még délelőtt volt. Oly, mindegy, köszi mindenkinek a támogatást, srácok. Legfontosabb, hogy itt vagytok, és tudunk itt együtt játszani, kiszakadni a valóságból, elütni a munkaidőt, nebulókkal kibeszélni, hogy milyen volt a 8 osztályfőnöki óra, meg az évnyitó, ami ilyenkor szokott lenni, nem? Ilyenkor suli, vagy csak ilyen évnyitó van, meg benne kell rohadni 3 órát, és nem történik semmi. De legalább lehet spanoskodni, úgyhogy üdv mindenkinek, jöjjön a Forest! Már ha elindul. Igen, nagyon fontos dolog, amíg én itt prezentálom nektek a játékot gyorsan. A VOD csatornán a stream címébe beleírtam, hogy magyar felirat, és hát ugye, aki látta, az tudja, hogy ez totál hazugság volt, de azért írtam bele, hogy ne felejtsem el a magyarítást letölteni, úgyhogy letöltöttem a magyarítást, most már magyar a játék. Nem, mintha sok szöveg lenne benne, de szóltatok, hogy van magyarítás, úgyhogy letöltöttem, hogyha valakinek ezzel múlik, hogy értse a dolgokat, akkor íme így talán egy fokkal könnyebb lesz. Mielőtt bárki megkérdezné, hogy honnan töltöttem le a magyarítást, beírtam a Google-be, hogy The Forest magyarítás, és letöltöttem, és bemásoltam a fájlt, amiben le volt írva, hogy hova kell másolni, úgyhogy Google, gondolom magyarítások.hu, de hogy így, onnan. Na, egy játékos, folytatás, ez lesz, az 6. napon járunk. Köszi, köszi. Ki leszek-e holnap a meccsen? Nem, már kimozdultam a héten, srácok, hagyjatok. Van nekem elég dolgom így is. Half angol? Nem tudom, hogy félig angol-e a dolog. Vagy nem tudom, mennyire jó ez a magyarítás. Majd kiderül. Na! Azt mondja, hogy reggel van, ha minden igaz. Ami kiváló. Gyorsan együnk. Ha már van kertem, akkor együk le a bogyókat a kertemből. Már csak azért csinálom, mert ugye ha leesszük a bogyókat, akkor kaphatunk belőle magot. És akkor még tovább tudom ültetni a kertemet. És akkor még több magot kapunk, vagy még több termést, és akkor még tovább tudjuk ezt a kis földművelést itt űzni. Kérdés. Ha a kezembe tartom a pouchot, a szatyrot, azt mondja, hogy hol van a izégyűjtő szatyor? Izégyűjtő szatyor. Olyan jól tudok kommunikálni, nem? Így 80 ezer év streamelés után. Amiben a bogyókat gyűjtöm, zsák. Ja, ott van, tök jó, hogy kitakarja. Szóval akkor van esély rá, hogy több magot kapok, srácok? Vagy ez nem így működik? 4-es. Ja, a táska mögött volt, köszi. Van értelme ezt a kezembe tartani, miközben leszedem a bogyókat? Igazából ezt akarom megtudni. Lorcsi, a pontokat hogyan kell megnézni?
a botra kell ráviszpelni privát üzenetet a Twitch-en. De nem mondom el, mert akkor mindenki spamelni fogja, nem a botra, hanem a chatbe. Akkor kapsz magot, aha, jó, akkor azért nem kaptam magot, mert nem volt a kezembe, jó. Köszi srácok, sejtettem, hogy itt balfasz voltam, mint mindig. Köszi szépen. Egészen jól vagyunk kajával. Elviszek egy szárított gyíkot azért, hogyha éhes lennék. Innivalónk van. Mi legyen az első feladat ma? Amit akarok csinálni fixen, egyrészt megépítjük a lámpát a házba. Azaz. Ahhoz ugye koponya kellett. Meg kötél. Van. Csak ennyi ruhám van. Úgy emlékszem, hogy vettem föl egy csomó ruhát a barlangban, nem? Rosszul emlékszem? Én úgy emlékszem, egy csomó ruhát lootoltunk a barlangban, de akkor rosszul emlékszem. Nem akarom elkölteni a ruhákat kötélre, akkor majd elmegyünk kötelet szerezni. Oh, azaz, de jó, beleraktuk. Nyúlszörme kell még mindig. Szóval amit akarok ma építeni... Elégettem a ruhákat? Ja tényleg! A hülye molotov koktél dobálásomra elköltöttük, tényleg igazatok van. Na, és legalább ez is eszembe jutott. Felhánytorgatjátok a balfasságom. Szóval csapdákat kéne ma csinálni, srácok. Hogyha ne adj Isten, megtámadnak minket. Jézusom. Megtámadnak minket. Akkor tudjunk védekezni. Úgyhogy átnézzük a csapdákat. Tudnám, hogy csapdák. Botló drótos bomba, tüzes levél, kelepce, boldog szülinapot. Ez nagyon te. Boldog szülinapot. Hintacsapda, hurokcsapda, katapult, tüskék, faltüskék. Na ilyet, ezzel végig kéne rakni a falat. Ezekkel a tüskékkel. Meg ez a boldog szülinapot, ez nagyon tetszik nekem. Ez mekkora? Ja, és akkor így elbotlanak benne, ugye? Hát ezt ide le kéne rakni az ajtó elé, mondjuk. Ha engedné, de miért nem engedi? Mondom, ott útban van valami. És akkor ha ebbe elbotlanak, akkor nekünk az jó. Mondjuk az is lehet, hogy kikerüli. Kezdem ma is. Pedig nem megy a légkondi. Ez így szerintetek ennek itt van értelme, ha ezt ide rakom? Vagy nincs? És akkor ezt így ide rakjuk, itt meg... Ezek feltámadt a szél a játékba, és elkezdek tüsszögni. Én hogy fogok bemenni? Én így kikerülöm. És reménykedünk benne, hogy ők meg annyira hülyék lesznek, hogy így átsétálnak rajta. Ez lenne a tervem. Hogy én okos leszek, ők meg buták. Köszönöm szépen az egészségemre vonatkozó hozzászólásokat, cukik vagytok. Szóval, hogy ezt így ide raknám, és akkor ide meg ilyen szögeket építenénk. A másik dolog, amit egyik haverom mondott, és nem tudom, hogy igaz-e, srácok, nézte a vodot, hogy elvileg a benszülöttek fel tudnak mászni a fára. Tehát, hogy ezeket a fákat így ki kéne vágjam, ami ilyen nagyon közel van a falhoz. Én nem tudom, hogy ez igaz-e, de hogy ezt a két fát, ezt így kapásból így ki kéne vágni. Igen, és beugranak. Oké. Okay. Na most ezt a fát úgy kéne kivágni, hogy ne dőljön rá a falra. Jó, úgyhogy... Aha. Na ez nem lesz a negy... Hát... Izgalmas. Maradjunk annyiba, hogy izgalmas. Nagyon jó. Ez az. Kiváló, kiváló munka. Ez így volt eltervezve. És akkor kivágjuk a rönköt. Azaz, nyomjad neki. Ez olyan, mint a tenisz. Hogyha jobban nyöksz, akkor erősebbet és pontosabbat tudsz ütni. Eton Blazer, köszi a feliratkozást neked és Reggie Serpentnek, Hegyi Atinak, Simon, Sofi, Anett, Silverton neked is köszi. Fú, srácok, nagyon szépen köszönöm. Igyekszem azért így tartani a lépést a donationökkel, mert nem mindig vagyok akkora paraszt, mint amilyennek távolról látszom, csak annyira pörök, hogy ki kell taboljak legörgetni. Delfios, Prefektor, Adamson, Gabesz, köszi mindenkinek. Nem akarom, hogy arról szó... Nehéz megtalálni azért így a balanszot. Ne arról szóljon már az adás, hogy köszi, köszi, legjobb vagy, köszi, köszi.
Mert hát tulajdonképpen ugye azért iratkoztok fel, hogy jó tartalmat csináljak, de hogyha nem csinálok jó tartalmat, meg köszöngetek folyamatosan, akkor á, nehéz ügy ez, de hálás vagyok, srácok. Megbeszéltük már sokszor, hogyha ti nem vagytok ilyenek, akkor én se tudnék ilyen lenni. Mert akkor azon kéne vakarnom a hónaljamat egész nap, hogy miből leszünk. De így ez a veszély nem fenyeget, úgyhogy tényleg hálám. Üldözzön titeket rémálmaitokba. Jó? És akkor kötél kell ide is, meg botocska. Ezt a fát itt még gyorsan kivágom, talán arról a fáról már nem tudnak beugrani. Meg nem akarom kiirtani az összes fát, mert ilyen szarul néz neki, hogyha egy ilyen kopár felföldön lennénk. Mint valami hegylakó. Azért meg akarom óvni a természetet valamennyire. Nem mintha egyébként én annyira környezettudatos ember lennék, sajnos. Bár igyekszem. Nyugi, azt nyugi, minden rendben volt. Minden rendben volt, ne aggódjatok. Hát most ezeket amúgy itt hagyom, mert mit csináljak vele? Ide rakom a fal mellé. Így tán nem hagyom el. Valami egészen... A kézügyessége a karakteremnek körülbelül pont olyan jó, mint nekem saját magamnak. Az, hogy véres a fejszém, az... Az gond, srácok? Tehát azt így le kéne mosnom? Vagy így meglátják... Kéne valami nevet adni a kannibáloknak. Meglátják Jacksonék, akkor mérgesek lesznek, vagy? Ja, tudom, hogy vannak ilyen tárolók, amiket meg lehet építeni, és akkor abban lehet tárolni a fákat, de mi vagyok én, raktár? Nem vagyok én raktár. Van nálam szóda, valami kaját kéne magammal vinni. El fogunk menni a valamelyik kannibál táborba, mert azt hiszem ott vannak kötelek. Bushmanok, az jó, hívjuk őket Bushmanoknak, bár ez lehet, hogy sértő a valódi Bushmanokra nézve. Hát itt tényleg az a nevük? Jackson, Bushman, Johnny, jó, legyenek Bushmanok, én nem vagyok semminek az elrontója. Nem nőtt ki eset, hát vigyek el még egy szárított kaját, egy ilyen kisebbet. Jó, van nálunk két állat, aztán amúgy kifogyóban van a kajám is. Ez az. Ott egy nyúlcsapda. Aktiválva. Nyuszi? Az meg megint mókus van benne, srácok. Aha. Ilyenkor elveszik az összes nyersanyag? Ja, a rönköt nem vágtam ki, kösz. Aha. Ez kellemetlen, bazd meg. És... De amúgy hogy kéne kiszednem belőle az állatot, hogyha így támadni nem tudok? Erre van valami metódus? Gondolom valami van. Na most megint egy csomó cuccot kell gyűjteni a kurva nyúlcsapdához, amúgy meg fogok őrülni teljesen. Na megint eltelt egy nap. Simán ki lehet venni a nyulat élve. Kiveszed, balklikkel és megfojtod. Ekkora állatok vagytok ti! Félix, ha lesz ebből montázs, le tudunk animálni egy olyat, hogy Nessai kiveszi a nyulat a nyúlcsapdába és megfojtja. Ezt így kéne most. Köszi. Félix nagyon szereti, amikor ilyen hülyeségeket kitalálok, de a ti hibátok. Nyúlcsapdát akartam megnézni, mibe kerül. 31 bot. Jó van, bassz meg, de akkor is csak mókust fogok vele folyamatosan. Lehet, hogy kéne többet csinálni. Legalább a fölös botjaimat el tudom költeni valamire. Van értelme ilyen közel rakni őket egymáshoz? Vagy nincs semmi? Jó, itt van kettő. Jaj, csinálok ide is egy harmadikat. Valahova ide. Úgy. Aztán majd van ilyen nyúlketrec, nem? Vagy az első adásban is említettem, lehet, hogy hülyeséget mondtam, hogy valahogy lehet őket szaporítani, nem? Azt hiszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Én is csak abból tájékozódom, amit az évek alatt az interneten láttam a Forestről. Ez így az összes fegyveremet letisztítja? Aha.
arra a megoldás, hogy nyulat szerez Nessai, az, hogy be kell nyúj érte a ketrecbe. Ilyenkor mindig el kell mondjam magamnak, hogy közönségemet magamnak köszönhetem. Ez az. Majd gyűjtöm az ágakat a nyúlcsapdához, hogy tudjak nyúlszájacskát csinálni, és akkor a kis nyúszikat majd szanaszét szaporítjuk, és akkor nagyon sok nyúlszájunk lesz. Kivéve, ha a mókusok továbbra is szabotálnak, mert akkor nem. Hány bot van nálam? Jó, majd még útközbe. És el kell menjünk a busmanokhoz. A vacsatikhoz. Csak hogy egy kis Jim Carrey-s áthallással léjünk, és ha ne adj Isten, vannak itt olyan emberek, főleg fiatalok, akik nem tudják, mi az az Ace Ventura, akkor megvan az esti program. Minden kis nebuló nézőm, ha nem láttátok az Ace Ventura-t, nézzétek meg. Jó, mondjuk 10 éves kor fölött. Mondjuk, bár én se tudom. Halló? Hogy tudom? Hello? Hello? A kapcsolatfelvétel. I am Nesolai. Ti vacsuti. I have very big pipi. Very big pipi. Épít. Épít nagy ház. Keres gyerek. Timi. Timi. Én gyerek. Timi. Nem? Nem lehet, hogy... Hőte. Ich hőte. Ich friendly. Barát. 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 No köcsög. Go haza. Let's go haza. Hello. 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 Jó. Hello. Hello és szia. Úgy. Látjátok? Jó arcok. Nem szabad feltételezni róluk, hogy... hogy gonoszak. Ők csak itt élnek. Én meg ide jövök, és... próbálok minimális környezetszennyezés mellett küldetésezni. Üdv mindenkinek, aki most esetben. Sziasztok! Azért mondtam angolul nekik, mert gondolom, hogy valami angliai gyarmaton vagyunk, és... nem, ennek nincs értelme egyébként. Együnk. Csak hogyha valakit érdekel, hogy mi a retkes fenét csinálok. Úgy emlékszem, hogy erről jöttünk, és errefelé volt valami tábor. Tábort keresünk jelenleg. Ez lenne az első számú feladatunk. Meg közben botokat szedek a földre. Gombákat nem tudom elrakni, vagy nem kellenek ilyen későbbi receptekhez? Tehát csak az a megoldás, hogy megeszem? Lehet, hogy kell ahhoz valami gír, vagy én nem tudom. Lehet, hogy a katanával kéne menjek, hogy egy kicsit ijesztőbb legyek. Halló? Vacsutik? Ah! Ilyen szép kis tó. Ide is lehetne egy kellemes házat építeni. Azt mondja, hogy... van egy szikla. A tájékozódási képességeimet ne verjétek kétségbe vonni, jó? Tehát, hogy abszolút jól tájékozódok a természetbe. Hello, Mr. Geek, üdvözöllek. Kapta. Ez az. Új növényfaj felfedezve. Oh, ez. Aloe vera mag. Milyen vera? Találtam egy csomó aloe... Azt. Majd elültessük otthon. És be tudom krémezni vele a testemet? Vagy mire jó? Nem mondjátok el, hogy mire jó. Gondolom oda van írva, hogy mire jó. Barkácsolási elem. Kombinál. Élet elixír. Oké, okay, tehát ez ilyen gyógyító cucc. Oké. Okay. Azért vagyok ilyen csöndes,
próbálom a vacsutik suttogását meghallani, és ezáltal megtalálni a táborukat. Most tudom, hogy körbejöttem egy picit. Próbálom szisztematikusan felfedezni a környezetet. Meg vannak itt ilyen ösvények, tehát akkor már az ösvényen megyek. Gondolom, hogy vezet valahova az ösvény. Gondolom. Naivan. Haló? Semmi. Kezdek szomjas lenni. A víz utánpótlásra nem gondoltam. A tegnapi Aputest podcast után kezd bennem felmerülni, hogy Pistinek igaza volt abban, hogy még csak 2 perce megyek, de már szomjazik a karakterem. Hát hagyjuk már. Nem látok semmit. Lehet, hogy a repülőgép felé kéne menjek. Nyuszi? Azt hiszem, hogy most ért véget az a dolog, hogy szisztematikusan haladok, mert most már csak össze-vissza megyek. Lehet, hogy a repülőgép felé kéne menni. Később majd tudok csinálni... Ja, de van nálam szóda tényleg. Igazatok van. De később majd tudok csinálni ilyen... víz tároló vaddisznó beléből készült kulacsot? Egyelőre nincs térképünk, azt hiszem majd később lehet szerezni. Láttam, ezt is kérdeztétek. Van flaska, aha. Jó. Na jó, szerintem ahhoz, hogy itt haladni tudjunk, használni kell az egyik képességet, amit szintén Bear Grylls TV sorozataiból sajátítottam el, utánozni kell a vacsuti nép hangját, és akkor ők megtalálnak minket. Kuki? Kuka? Nem. Nem, ez egyelőre nem. De ott van, ott a repülőgép. Látjátok? De ez nem sikerült volna, hogyha nem vagyok ennyire mestere a helyi nyelvnek. Loot. Hoppá, az mi az? Régi edény. Na, hát lesz mibe főzni. Találtunk egy fazekat. Nagyon jó. Mi volt ez? Halló? Ti is hallottátok? Vagy már halucinálok? Egy kis apró pénz. Mint hogyha egy vacsuti csata kiáltást hallottam volna. De nem. Itt a repülőgép. Ez mi ez? Nem eszem meg, mert nem tudom, hogy mi az. Aztán nehogy bekakíjunk tőle. Az veszélyes a szaporafosása az erdőben. Jó, de erre még nem jártam. Viszont itt a jacht. Azt hiszem, ott van sztori. Ha jól emlékszem. Vannak új bőröndök. Nagyon jó. Volt egy kis csokoládé. Ezek a bőröndök respawnolnak? Vagy csak nem nyitottam ki először? Azt hiszem, hogy lehet, hogy a kaja is respawnol a repülőgépen, de nem akarok csalni, hogy ott visszamegyünk. Na, itt a jacht, ugye? Ott az a hajó. Azt hiszem, hogy Early Access-ben ott volt valami story item, úgyhogy megnézzük. Halló? Ó! Hát, haver, láttál te is szebb napokat. Széttom szedni a cápát? Mitől ugrott fel a karakterem a levegőbe? Oh, hello. Ezzel el tudom ijeszteni a vacsutikat. Meg tudom nekik mutatni, hogy én már egy cápát is megöltem. Ja, úgy néz ki, csak a fejét lehet leszedni. Kinyitjuk a bőröndöket. Szia, Karcsi! Te vagy az? Nem vagy olyan jó formába. Szeretnél játszani, Karesz? Na figyelj, gyere, Karcsi! Gyere, ez az! Hozz vissza! Karcsi! Hát olyan letört vagy ma. Karcsi! Ho? Hozz vissza! Nem akar velem játszani. Üres picsáma. Na jó.
Megmondom őszintén, arra gondoltam, hogy visszamegyek ezt a labdás poént eljátszani, hogy hívták Franklinnel a bázisra, de akkor vissza kellett volna cipelni a kezembe a labdát, úgyhogy inkább elsütöttük karcsikával. Az a baj, hogy esteledik, srácok, ez eléggé gond. Mert hogy haza kéne érnem sötétedős előtt, mert szanaszét csesznek. Úgyhogy most el fogunk indulni vissza a bázisra. Ja. Itt van egy sírhely. Jó, visszajövünk ide holnap. Nem akarom kísérteni a sorsot. Félek a sötétbe. Inkább hazamegyünk, alszunk, és visszajövünk ide. Itt van egy csomó cucca jaktnál, úgyhogy... Én nem vagyok elég kemény gyerek ahhoz, hogy itt sötétbe emberkedj. Bazd meg, itt van a tábor. A rohadt életbe. Ennyi, persze, hogy ilyenkor találom meg. Bazd meg, ezt most ki kell kerülni. Ajaj. Ajaj. Bazd meg. Jó, jó, gyerünk. Gyerünk. Haza. Ne lihegjé. Igyál meg még egy szódát. Úgy. Craft. Bazd meg. Nem kéne ki... Én nem tudom, hogy van a mechanika a játékban, ne is mondjátok el, de hát gondolom, hogy este tudnak jönni mutánsok, meg kannibálok, meg... Én nem is akarok erről beszélni. Gyerünk! Mi volt ez? Nem félek, bazd meg. Nugi. Ez csak egy videójáték. Nem horror. Nem ijesztő. Nem kell beszarni. Ne aggódjatok. Ez az. Mindjárt otthon vagyunk. Már ott látni az ikonokat. Még azt nem látjuk, hogy milyen messze van, de mindjárt otthon vagyunk. Gyerünk! Nem vagyok, mint Cartman, mikor a Nintendo Wii-nek a megjelenését várta. Basszeg, leégett a fákjám. Mindjárt ott hol vagyunk. Azt hiszem, nem látok az óra még sem. Mi? Mi volt ez a basz? Hallottátok? Mik azok a fények ott? Mi az a fény ott? Biztos, hogy nem. Kurvára nem. Én biztos, hogy nem. Basszál egyedül. Én nem tudom, mi volt ez, de nem is akarom, jó? Tehát, hogy nem. Én nem. Az óram is. Ti láttok egyébként bármit? Mert nem sokat látok. Egy keveset maximum. Édes Istenem. Én nem tudom, mi volt az a fény. Én nem tudtam, hogy van valami, ami világít, vagy Szent János. Csukd be a kurva ajtót nagyon gyorsan. Csukd már be! Édes Istenem, na húzzunk aludni. Nem tudok aludni. Ó, bazd meg, elcsúszott a biológiai órája a karakteremnek. Na jó, akkor nem alszunk. Akkor itt maradok, és nem tudom, fanyűvőset játszok. Nem tudunk aludni, mert ugye len voltunk a bar... ...langban. Az Isten itt van. Jó, én megvárom itt a nappalt. Én biztos, hogy nem. Szórakozz. Én ki nem megyek innen, nem vagyok hülye. Nézzek szét. Jó, na várjatok, ültessünk. Az aloe verát, hogy tudom ki? Ott aloe verát is ültetünk. Legalább barátnőm legyen Vera személyében itt a bázison. Csak figyelem a zajokat, mert nem tetszik nekem, ez semmi nem tetszik itt nekem. Jó, nézzünk szét. Nem biztos, hogy látni akarom, hogy mi akar megölni egyébként. Azt hittem a fára, hogy valami mutáns.
Az a baj, hogy pontosan nem ismerem egyébként az ellenségeket a játékban, tehát fogalmam sincs, hogy van-e benne 6 méteres troll, amelyik meg tud engem enni, de nem is akarom megtudni igazából. Kell 4 darab nyúlbőr az ágyhoz, de miért nem jó a Bambinak a szőre? Jó. Éhes a karakterem. Együnk. Jó. Nem lehet valahogy várni, ha már aludni nem tudok? Most ezt az éjszakát itt ki kéne bírni. Ki kéne menni a nyúlcsapdákat megépíteni. Mi volt ez a hang? Nyugi. Az a helyzet, amúgy ez két külön fa, amire ráépítettem. Tehát, hogy na, mindegy. Te mi az anyádat nézel? Hello. Jó, én csak nyúlcsapdákat építek. Semmi extra. Ez az. Mert legalább valami hasznosat is csinálok, bazd meg. Ez ki az a hülye, aki este játssza ezt a játékot? Hát olyan hangok jönnek az erdőből, hogy... mint amilyen a normális erdőből egyébként, de... hát ki az a hülye, aki kimegy a természetbe, amikor lehet videójáték? A viccelek, nyugi. Mondd csak nyugod. Nincs itt senki. Ha lett volna itt valaki, azt már meghallottuk volna. Hello, Johnny. Minden rendben, vigyázzunk egymásra? Ne szaladjál el, arról volt szó, hogy vigyázzunk egymásra. Ez a baj, nem tudom eldönteni, hogy melyik az a bokor, ami enni ad, és melyik az a bokor, ami botot ad. Jó. Nagyon jó. Meddig tart az éjszaka a játékban? Tehát, hogy most 40 percet fogok itt fosni, vagy véges határidőn belül ennek vége lesz? Most csak azért kérdezem, hogy... szia, nyuszi. Lehet inkább nyulakra kéne vadászni, azzal elterelem a figyelmemet legalább. Reggelig! Köszönöm szépen, chat! Köszönöm szépen! Tudtam, hogy számíthatok rátok a bajban, mint mindig. Nagyon szépen köszönöm. Még tulajdonképpen nem mondhatok hülyeséget, tehát hogy alapvetően vitatkozni nem tudok. Legalább vannak a fák törzsénél botok. Legalább megépítjük a csapdákat. Katonával is tudok fát vágni? Hát persze, sajtreszelővel is lehet recsk... csak nem ajánlott. Jó, egy nyúlcsapda. Most már tudnék aludni, csak most már azért nem akarok aludni, mert akkor meg a nappalnak egy részét átalusszuk. Ez, hogy bugol a nyúlcsapda, és nem látom, hogy mennyi cuccot kell belerakni, az még mindig fura. A hold alapján lehet tudni. Aha. Tehát, ha itt ránézünk a holdra, és odarakom az ujjamat a pixelhez, és elkezdek számolni, hogy... egységnyi idő alatt, 5 másodperc alatt körülbelül olyan 6-7 pixelt halad a hold az égen, akkor matematikailag ez alapján, hogyha egy nagyjából 180 fokot ír le a hold pályája az égbolton, akkor igen, köszönöm szépen, így most már meg is van az eredmény. Köszönöm szépen a matematikusoknak a cseten a segítséget. Nagyon kedvesek vagytok. Tényleg elhalmoztok információval. Jó, hát... nem akarok nem messze menni az otthonomtól, de... kellenek a botok.
Ha valami baj van a közelbe, úgyis meghalljuk. Nem? Ugye? Igen? Nem? Mi volt ez? Haló? Ne susogjál, fa, mert nyakon verlek egy baltával. Nem vagyok én jobban a természettel, az a gond, hogy nem szeretjük egymást. Jó. Nagyon jó. Nem is látok semmit, az a baj, hogy inkább a hallomásomra kell hagyatkozni, mert látni az óramig se látok. Még ha valami nagyon veszélyes, csak észreveszem. Ez ami jön egy UFO, vagy egy hegyi troll, csak feltűnik, hogy jé, ott egy troll. Gondolom, magamat ismerve mondjuk, az is lehet, hogy nem. No scope dobás volt, csak mondom. És hol landolt a no scope dobásom utána, de itt van. Ez fasza volt. Egyszer eltalálom, srácok. Ott van. Aha. Jó. Jó. Nem, akkor nem. Nem láttad a dárdám, nyuszi? Ott volt valami a... Láttátok? Ott világított valami oda át. Ilyen érdekes hangon kommunikál. De hol a dárdám? Jogi. A nyúlcsapdával a bushmanokat, a vacsutikat nem lehet elkapni? Ott villogott valami. Az a dárdám? Ez az. Az a baj, hogy annyira vékony a dárdám, hogy a sötétben nem találom meg. Jó. Menjünk inni. Én ha már a saját lábamnak a dobogására is azt hiszem, hogy jön mögöttem valaki. Na, miért nem lehet ezt bezárni normálisan? Komolyan, ezt kitalálta ki ezt a rendszert. Csukódjál már be! Köszönöm. Jó. Kövecskék. Iszunk egyet. Slatyk. És van még nálam kaja? Nyers húsam van, de azt nem eszem meg nyersen, meg nem is tudom. El kell menjünk vadászni. Am. Jó. Ne felejtsünk el vadászni holnap. Érdekes dolgok. Poti, köszönöm szépen a giftet, Ádám és Szensi a csíreket, Kisafi, Viki, West Product, köszönöm szépen nektek még egyszer, srácok. Kinézzek. Haló? Bambi, kéne kaja? Aha, neki is. Na, világosodik, srácok. Túléltük egyelőre. Kapta. Csak valami impact hangja lehetne annak, ahogy levadászom őket, de... Kiváló dobás. Ezek mindig azt hiszem a mozgó fákra, hogy... Amúgy a katanával nem tudom utolérni őket, de komolyan. Na, ebben van valami. Á, most komolyan elkaptam a gyíkot? Ez fantasztikus. Srácok, nem egészen rendeltetésszerűen működik a nyúlcsapda, tehát hogy mindent el tudok kapni, csak nyulat nem. De azt nagyon nem legalább. Jó, na, nappal van, el lehet rakni az öngyulit. Hova tovább? Kell kaja? Gyere ide.
természet nem nagyon akar egy... Az Isten áldjon már meg! Ez a csodaszarvas, ez engem csak a bajba fog elvezetni. Mire van még itt szükségünk? Ja igen, azért akarok kaját, hogy tovább folytathassuk a felfedezéseinket, igen. Bár... Ó, de 4 darab húst ad a szarvas? Őzik-e? Hát akkor az simán jó. Ezt leveszem. Úgy. És akkor van nálam egy szárított nyuszi husi. Assza. Az elég lesz.